Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, szakmai kötelességemnek teszek eleget, mikor szóvá hozom mai napon a alaptörvény módosítása mellett a Magyarország jövőjét érzett aggodalommal azt, ami gyakorlatilag Ukrajnában zajlik. Magyar kormány sem tántorítja el semmi, sem a 2003-as üzemzavar, sem a júliusi meghibásodás ténye miatt, hogy szakítson az atommal, és úgy látszik, hogy hosszú távra odaköti az atomhoz az országot, de legalább ekkora aggodalommal tölt el az, hogy Ukrajnában ma is 15 reaktor üzemel, amiből 6-nak már elérte, 6 pedig 2020-ig a tervezett üzemideje lejár. Írásbeli kérdéssel fordultam a miniszter úrhoz a nyár folyamán, és kérdeztem, hogy a minisztérium környezetvédelmi feladatköréből ellátva kíván-e lépéseket tenni, hogy a határon átnyúló környezeti hatással járó különböző fejlesztések, az ESPO-i egyezménye vonatkozásában Magyarország beavatkozik-e, kifejezi-e aggodalmát, részt vesz-e a véleményezésben, a meghosszabbítással kapcsolatban. A írásbeli kérdésben önök, illetve a miniszter úr válaszaból kiderül, hogy osztják aggodalmamat, és úgy gondolják, hogy ezügyben szükséges akkor mennek lépéseket tenni. Sajnos azóta sem láttam egyetlen intézkedés sem ezügyben, hogy bármit tettek volna az ukrán féllel szemben. Ukrajna jelen pillanatban azt állítja, hogy ez saját hatáskörben meghosszabbíthatja ezeknek a reaktoroknak az üzemidejét. Azt állítja, hogy ez egy belső környezetvédelmi ügy, holott nyilvánvalóan olyan reaktorokról van szó, amely az egykori szovjet technológiával, Csernobilhoz hasonló működési módszerrel bizony hosszú távon veszélyezteti Magyarországnak a biztonságát. Tisztelettel érdeklődöm, államtitkár úr, hogy sor került-e már valamilyen konzultációra? Ha igen, milyen eredménnyel? Ha nem, miért nem? Milyen lépéseket kívánnak tenni Ukrajna, illetve az ESPO-i egyezmény irányába? Szlovákia és Ausztria már számon kéri Ukrajnát, és tájékoztatja igényéről, aggodalmáról az ESPO-i egyezmény illetékes szervét is. Magyarország tesz-e bármilyen intézkedés ennek ügyében? Próbálja megvédeni Magyarország állampolgárait? Van-e információja arról, hogy hogyan áll az ukrán jogszabály módosítása, mert elismerné végre, hogy az ilyen tevékenységeket környezeti szempontból engedélyeztetni kell? Ezügyben várnám megtisztelő válaszokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselő úr kérdésére Nagy István államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr. Így van, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés és kedves képviselő úr. Azzal nem értek egyet önnel, hogy tétlenül várjuk az ukrán fél lépéseit, hiszen már augusztusban az írásbeli tájékoztatásunkkor is részletesen összefoglaltuk az ukrajnai atomerőművek élettartamának hosszabbításával kapcsolatos tevékenységünket. Az ön által említett nemzetközi környezeti hatásvizsgálatot szabályozó ESPO-i egyezmény adja meg a két ország közötti eljárások kereteit. Ahogy ön is említette, az egyezmény megfelelési bizottsága felszólította Ukrajnát a szomszédos országok tájékoztatására. Jelzem önnek, Ukrajna ennek eleget téve 2016. augusztusában levélben értesítette hazánkat a Rinnyai atomerőmű 1-es és 2-es blokkjainak 2017-18-ban várható engedélyezéséről. Válaszként az egyezményben foglaltakra hivatkozva kértük az engedélyezési dokumentáció rendelkezésre bocsátását. Levelünk további célja tudatosítani az ukrán félben, hogy érdeklődésünk folyamatosan fennáll. A tények tehát azt mutatják, hogy Ukrajna szándéka megvan az együttműködésre, a kapcsolattartás a két ország minisztériuma között folyamatos. Ami az ukrán jogszabályalkotás állását illeti, a megengedő tisztelt képviselő úr, most nem adnék részletes elemzést az ukrán környezetvédelmi jogszabályokról. Egyet azonban szeretnék mindenképpen leszögezni. Ukrajnának meg kell felelnie az említett ESPO-i egyezmény előírásainak. Ezt jelenleg is vizsgálja az egyezmény megfelelési bizottsága, melyben Magyarország képviselő és tag. A nemzetközi számonkérést ez a fórum végzi, nem az egyes országok miniszterei vagy országgyűlési képviselői. Mivel jelen vagyunk ebben a bizottságban, ezért kellő garanciát is látunk arra, hogy ami ott történik, azt tudjuk, és kellő időben és alkalomkor be is fogunk avatkozni. Köszönöm szépen kérdését!